Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Székesfehérvár gyönyörű városrészeit bemutató sorozatunk talán éppen a koronájához érkezett, hiszen a következő három részben a belvárosról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, akiket hamarosan bemutatok, de mielőtt megtennénk, és mielőtt belevágnánk a történelemben, engedjék meg, hogy idézzem az egyik közismert internetes tudakozó írását, hiszen kíváncsi voltam arra, hogy ha valaki ismeretlenül rákeres Székesfehérvárra, mi az, amit először olvashat róla. Székesfehérvár, latinul Alba Régia, németül Schulz-Weißenburg, megyei jogú város a Dunántúlon, a közép-dunántúli régió központja. Fejér megye és Székesfehérvári járás székhelye. Magyarország egyik legnagyobb, legfejlettebb és legfontosabb városa. Már ezt is jó volt olvasni, de ha tovább megyünk egy kicsit, találkozunk ilyennel is, hogy az egyik leggazdagabb múltú magyar város, a középkori Magyar Királyság egyik fővárosa, a királyi székhely és koronázó város, és csupa fontos dolog. És én azért örülök, hogy ezt most így elmondhattam és megoszthattam a nézőkkel, mert bizony koronázásról, királyokról sokat fogunk beszélgetni. Itt az ideje, hogy belevágjunk valójában úgy megismerni a belvárost, ahogy csak itt Székesfehérváron lehet, hiszen igazi titkok derülnek majd ki, köszönhetően vendégeinknek, akiket azt hiszem itt az ideje, hogy be is mutassak, elsőként Váci Már történész, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megint itt lehetek, és hogy ezután a felvezető után, amivel gyakorlatilag az első adást át is léphetjük, folytatjuk a beszélgetést a belvárosról. És nagyon örülök, hogy köszönhetjük a mai műsorban Igari Antal műemlékvédelmi szakmérnököt, Fejér megyei főépítészt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát igyekszem majd eleget tenni az elvárásoknak. Hogy mennyire hiteles mindaz, amit tőled hallunk, az kiderül majd a beszélgetés közben, hiszen történelmi épületekben is éltél, és most is a belvárosban nagyon sokat megfordulsz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok minden kiderült. Mennyire szívügyed Székesfehérvár belvárosa? Hát tudod, ez az a kérdés, amire az ember nem vagy két szóval válaszol, vagy pedig másfél órában. Hát nyilván, ahogy említetted, itt születtem, itt laktam gyakorlatilag kezdettől fogva napjainkig, tehát nyilván szívügyem több épülettel közvetlen kapcsolatom van, munkahelyeim, és hát természetesen egyfajta elkötelezettség mindenképpen. De szerintem ennyi. Körülbelül így elsőre, aztán majd úgy menet közben úgy elmondogatom. Visszatérve a műsor hagyományaihoz, már arra kérlek, hogy először határoljuk be, hogy meddig is belváros a belváros. Viszonylag egyszerű behatárolni, hogyha a közlekedési táblákat figyeljük, akkor nagyjából el tudjuk képzelni, hogy hol helyezkedik el ez a belváros. Én itt mindig egy szűkebb értelemben vett belvárosról szoktam beszélni. Ugye, hogyha nézők emlékeznek még rá, vagy akár rádióhallgatók, a Zicsi-ligetet én például mindig a Felsővároshoz szoktam már sorolni. Igaz, hogy azért a történelmét és kialakítását minden egyébet tekintve, meg reprezentativitását tekintve a belvárosnak egy szerves része, de hát mégiscsak egy nagyon fontos forgalmas út választja el igazából ettől a belvárostól. Ha még szűkebben veszem, akkor lehetne azt mondani, hogy az egykori budai kapuig terjedt mondjuk a város abba az irányba, a mai Felsőváros vagy korábbi budai külváros irányába, akkor viszont le kéne választanom róla a színházat, le kéne választanom a Gallaházat, a Magyar Királyt, és nyilván ezt nem szeretném megtenni, úgyhogy mondom azt, hogy a Magyar Királyig terjed az egyik irányba, aztán a másik irányba, hogyha jövünk, akkor ugye a Várkörút és a Romkertnek a sarka, igazából a Romkert kapuja, az, ami egy ilyen jelképes lezárása igazából magának a történelmi belvárosnak, egyáltalán a történelmi múltú Székesfehérvárnak, hogyha erről beszélünk. A Liszt-Ferenc utca sarka mindenképpen egy fontos határ ebből a szempontból, ugye itt található meg a belváros tábla egyrészt, tehát azért ez kijelöli a helyét, másrészt ugye az egykori palotai kapunak a védműve, az egy nagyon fontos határvonalat képez,
és akkor igazából, amit még ugye itt be kell határolnunk, ugye a Várkörút irányából, hogyha a Liszt-Ferenc utca felé megyünk, hiszen akkor ott is húzzunk egy határt, ez pedig az úgynevezett Kisbudai út, tehát ugye a Szent István térről kifelé jöve a Budai útnak a kezdeti szakaszáig, én itt ugye Vörös Marti teret, azt már általában a vasútvidék, ezt szoktam sorolni, vagy hát ahhoz a környékhez, ahhoz a városrészhez, nyilván hasonlóan a Zicsi-ligethez, és ez is inkább a belvároshoz sorolódik, különböző praktikus szempontok miatt ugye én ezt általában át szoktam sorolni. A Várkörútat is most kihagyjuk ebből az adásból, az úgynevezett belvárosi szakaszát is, hiszen annyi-annyi mindenről fogunk most beszélni, hogy hát magáról a Várkörútról ugye egy teljes rádióadást készítettünk, és hát lehetne szerintem még három ilyen hosszút. Tehát inkább a szűkebben értelmezett belvárosról fogunk most tárgyalni, de hát ez sem egy kicsi terület, és rendkívül sűrű ráadásul. Úgyhogy nagyon nehéz volt kiválasztani azt is, hogy miről beszéljünk egyáltalán ebben a 3x50 percben. És valójában még mielőtt tényleg belevágnánk a történetben, azért el kell mondani, hogy rendhagyó a helyszínünk, hiszen ez a műsor amellett, hogy a város különböző titkait megmutatta képeken kollégáimnak köszönhetően, amellett a stúdióban szóló beszélgetés volt. Most abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy egy igazi hiteles környezetben, mondhatni Székesfehérvár szívében, a Városháza udvarán ülhetünk, és itt beszélgethetünk. A történelemről elsősorban, hiszen hogyha Székesfehérvár történetéről beszélünk, akkor a magyar történelem kezdete, ami mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen mondhatjuk azt, hogy innen indult. Vágjunk bele! Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy innen indult. Legalábbis az államalapítás, azt mindenképpen ide tehetjük. Hát természetesen nem 896 a honfoglalás ideje, hanem a Szent Istváni időszámítás, ha szabad ezt mondani, az az 1000 környéki, hisz ő volt az, aki ezt valamilyen módon a központjává tette. Mindig kicsit el kell gondolkodni ezen, és ezen nyilván vitatkoznak is a kutatók, hogy milyen szinten volt ez központ, hogy most nevezhető ez mai értelemben vett fővárosnak, avagy sem, vagy csak egyházi értelemben vett központ, vagy csak a király koronázások szempontjából nevezhetjük-e központnak. Ez való igaz, hogy sok vitát gerjeszthet, és gerjeszt is napjainkig is. Nyilván itt az Esztergommal való, hogy úgy mondjam, elsőbséget lehetne megvitatni, hisz egyházi központ, hát a prímási székhely gyakorlatilag kezdettől fogva az volt. Na de a király koronázások nem igazán szóltak másról, mint Fehérvárról. Ugye voltak olyan időszakok, vagy talán vannak olyan személyek, akik most is kétségbe vonják, hogy Fehérvár volt-e, tehát hogy ez volt-e az a hely, ahol valamikor a királykoronázások voltak. Én úgy gondolom, hogy ezek már annyira, hogyan is mondjam, mitoszromboló elképzelések, hogy érdemben gondolom most nagyon nem is kellene belemenni, hisz oly sok minden szól amellett, hogy bár sok mindent nem tudunk pontosan. Írott emlékeink részben vannak, illetve nagyon töredékesek, na de olyan rom maradványok, amik szerintem egyértelművé teszik, hogy igenis ez volt az a hely, ahol valamikor Szent István létrehozta a koronázó székes egyházat. Itt azért el kell mondani, hogy nyilvánvalóan őt nem koronázhatták itt, hiszen ez azt követően készült. Mint egy 1016 környékén kezdődött el az építkezés a különböző történelmi források alapján. Aztán később természetesen többszöri átalakítás történt. Gyakorlatilag még a román korban egy jelentősebb átalakítás, majd a gótika idején is többször. A legnagyobb és utolsó ilyen átalakítás az Mátyás király korában, mikor ő a korábbi románkori szentét
megbővítette a saját temetkező kápolnájával, ami már nyilván egyértelműen egy gótikus építmény volt. Az angol, hogy úgy mondjam, terminus technicus szerint ezt talán mondhatnánk a Lady Chapelnek, tehát az a mi asszonyunk kápolna, ami a szentélyből szokott bővülni, legyen az egy ilyen zarándokhely, erekje tartó, vagy erekje őrző helyként, vagy sírkápolnaként, mint ahogy ebben az esetben is. És hát ugye eljött az az óriási nagy cezura, 1543-at követően, tehát a török hódoltságot követően, amikor ez a, mondhatni, hogy Európa szerte kiemelkedő építmény, hát rommá lett. Nyilván ezen is lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt romos. Hogy a török kivonulása után, 1688-at követően lehetett-e használni, vagy lehetett-e volna felújítani az épületet? Nyilván sok minden lehetett volna. A történelmi forrásokból tudjuk, hogy használták is, még misézésre is használták egyes részeit. Na de teljesen profán célokra is, még füstölt áru tárolására is használták egyes, még mennyezettel zárhatóan kialakított részeket. De aztán gyakorlatilag elkövetkezett az az idő, mikor minden bizonnyal a Habsburg uralkodóknak nem igazán fűződött érdeke ahhoz, hogy a régi koronázásokat visszahozzák Fehérvárra, ugyanis nyilván a török idők alatt nem volt rá lehetőség. De hát ebből adódóan ugye elkerült Pozsonyba, egyrészt praktikus okokból török től távolabb, jobban védhető Bécs közelsége, és megmaradt a török kivonulását követően a Bécs közelsége, és még egy fontos szempont, nem kívánták minden bizonnyal az önálló magyar állam államiságát azzal hangsúlyozni, hogy visszakerüljön a koronázás. Természetes óriási összegeket emésztett volna fel az újraépítése, de annyi minden újat építettek, hogy bőven belefért volna, nem tették. Sőt, az történt, hogy kövenként széthorták, és nem csak a török. Az egyik ostrom során súlyosan megsérült, felrobbant 1601-ben, de mondom, használható részek voltak benne, vissza lehetett volna építeni. Sőt, egy olyan érdekesség is volt, hogy volt egy olyan városházi alkalmazott a 18. század elején, akinek az volt a feladata, hogy minél nagyobb bevételt produkáljon abból, hogy a romkertnek a köveit hogy tudja kiárusítani. Ennek meg is lett az eredménye olyannyira, hogy gyakorlatilag bármelyik belvárosi épület felújítása során megtaláljuk alapban, felmenő falakban, egyéb más, még feltöltésben is, majd valószínűleg kitérünk rá, az egykori koronázó székesegyháznak az emlékeit. Hát, tehát valahol idáig jutottunk. És hát aztán 1848-ban, mit ad Isten, ráleltek egy szokásos kút ásási során az első leletekre, mert ugye teljesen elplanírozták a helyet. Katonai gyakorlóhely volt a helyén, a 19. századnak az első felében, és mikor erre ráleltek, hát pont a szabadságharc első időszakában kellett volna részben feltárni. Elkezdték, de hát nyilván a hadi események ezért ezt gátolták, és végül az 1860-as években került sor nagyobb feltárásra, majd aztán az igazán nagyra 1936 és 38 között. És most tulajdonképpen 4-5 percben azt hiszem végig rohantam itt a történetén. Nyilván, ha bele tudunk még mászni egyéb részletekbe, akkor talán érdemes vagy lehetséges. Mindenképpen, és azért érdemes megjegyezni, hogy István király bazilikája előtt ugye Géza fejedelem már építkezett Székesfehérváron, amiről fogunk beszélni. A fejlődés, a kutatások fejlődése és a tudomány fejlődése rengeteg bizonyítékot hozott felszére csak az elmúlt időszakban is. Ugye a régészeknek köszönhetően
illetve a genetikának köszönhetően már bizonyítottan tudjuk királyaink maradványait azonosítani, tehát ezek olyan csodák, amelyek várhatóan a jövőben csak többet és többet derítenek ki Székesfehérvár és ezzel együtt Magyarország történetéről, de én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elkezdjünk beszélgetni azokról a létesítményekről, amelyek elsősorban most még az emlékeket őrzik, elsőként a középkori romkert, amiről beszélnünk kell. Igen, hát Tóni szerintem nagyon jól összefoglalta a prépostsági templomnak és egyáltalán a koronázó bazilikának a történetét. Ugye körülbelül 40 királynak a koronázása történt meg ebben a koronázó templomban. Ugye, ahogy Tóni is említette, nyilván Szent Istvánnak a koronázása nem itt történt. Egyébként vannak ezzel kapcsolatban elméletek. Ugye ez az egyik olyan kérdés, amiben Esztergom és Székesfehérvár folyamatosan verseng egymással. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell nekünk mindenben elsőnek lenni. Tehát azért a tudománynak is hagyjunk némi helyet a nap alatt. Nem feltétlenül kell mindig ragaszkodnunk az aranyéremhez. Tehát azért igen, magyar államiságnak az egyik legősibb városa valóban Székesfehérvár. És a magyar államiság története az valóban nagyrészt Székesfehérváron kezdődött, meg hát másrészt azért Esztergomban is. Ezt ne felejtsük el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy volt-e királyi palota, hogy most valaki itt ilyen logikus következtetésekből indul ki, és azt mondja, hogy már pedig egy királyi városban kellett, hogy legyen királyi palota, vagy régészeti leletekből indul ki, és azt mondja, hogy hát ezen a helyen nagy valószínűséggel nem volt, az is egy nagy kérdés. Majd a palotára egy nagyon rövid mondat erejéig vissza fogunk térni a ferences templom kapcsán. De igazából, hogyha a koronázó bazilikáról beszélünk most, és természetesen mindjárt a romkertre áttérünk, tehát ugye gyakorlatilag ennek a területén helyezkedik ma el, nagy részt legalábbis, akkor mindenképpen el kell mondani azt, hogy a koronázási paláston már megjelenik. Tehát ez az első olyan említés és ábrázolás, amin már egyébként maga a templomnak legalábbis a kezdeti szakasza az már nyomon követhető. Úgyhogy itt erre már tudunk igazából hivatkozni, és akkor innentől kezdve ugye aztán beszélhetünk arról a sírkápolnáról, amiben 1031-ben Szent Imre herceget eltemették, 1038-ban eltemették Szent Istvánt, ugye ugyanabban a királyi magánkápolnában, beszélhetünk a királykoronázásokról, amiknek ugye három nagyon fontos feltétele volt. Az egyik az az, hogy ugye Szent István koronájával történjen ez a koronázás, majd a későbbi szokásjog alapján a Szent Koronával, mint olyannal, ami ugye István korában még nem létezik, ezt azért tegyük hozzá mindjárt. Bármilyen szép romantikus regények meg elméletek születtek ezzel kapcsolatban, semmi nem létezett a Szent Koronából Szent István korában. A másik az ugye, hogy Székesfehérváron történjen, a koronázó bazilikában, tehát ez nagyon fontos. Az akkori vagy egykori királyi székhelyen ez ugye mindig időfüggő nyilván, illetve hogy az esztergomi érsek jelenlétében és főcelebrálásával zajlódjon le maga a koronázási szertartás, a koronázási mise. És ugye ennek következtében hát voltak olyan uralkodóink, akik nem feleltek meg ezeknek a feltételeknek. Első, második alkalommal sem, tehát volt olyan például első Károly, akit ugye folyamatosan és következetesen Károly Robertként emleget a történettudomány is, meg a történeti emlékezet is. Én szeretem inkább első Károlyként emlegetni, kicsit hitelesebb ez az elnevezése. Ő háromszor koronáztatta magát pont emiatt. Akkor Hunyadi Mátyás, akiről ugye sokat fogunk beszélni nyilván a mostani alkalommal, szintén kétszer koronáztatta magát, hiszen 1458-ban a Szent Korona még nem volt Magyarországon. És még lehetne sorolni egyébként, történtek olyanok is, amelyek az udvar részéről voltak tudatosan érvénytelen koronázások. Volt olyan is, amikor a király tudatosan érvénytelenül koronáztatta meg magát, hogy ne kelljen betartani az ország törvényeit, többek között a Szent Istváni vagy Szent Lászlói törvény. Tehát nagyon fontos dolgok történtek, és nyilván itt nem második Józsefről beszélek, hiszen neki már a fehérvári királykoronázásokhoz gyakorlatilag semmi köze nincs, sőt, hát a királykoronázáshoz sem, hiszen meg sem koronáztatta magát. Minden esetre a koronázó bazilika az egy nagyon fontos helyszín ebből a szempontból, és tulajdonképpen innen indul Fehérvárnak a története. A királykoronázásokból, abból, amit Tóni is mondott, hogy ugye zarándok hely, elsősorban Szent István király révén, de hát természetesen különböző egyéb szentek révén is, csodatettek révén, egyházi központ, akkor a
az országnak az egyik kormányzati központja, ugye Esztergom mellett, aztán majd Buda mellett, Visegrád mellett, tehát lehet ez szépen párhuzamba állítani igazából más királyi székhelyekkel, településekkel, de mindenképpen ez az egyik legfontosabb helyszín itt Székesfehérváron, Alba régiában, ugye a királyi fehérben, ahogy nevezték ebben az időszakban, latinul, és ugye ebből bontakozik ki igazából magának a középkori romkertnek a nagysága, és egyáltalán az a szándék, hogy itt egy középkori romkert, aztán később ugye egy nemzeti emlékhely létrejöjjön, és nyilván hát ennek esnek úgymond áldozatául különböző épületek, építmények. Na most a püspöki palotának a kertje, ugye a püspöki palota az nagy részt ennek a koronázó bazilikának a köveiből épül, aminek az utolsó átalakítása Tóni valóban jól mondta, Mátyás király idejében volt. Én 1601-re szoktam tenni az utolsó nagyon drasztikus átalakítást, amikor ugye a robbanás során gyakorlatilag kialakul az az állapot, hogy részben használhatatlanná válik. De igen, tehát arról is tudunk, hogy romkápolnákban miséztek pusztákon például a török után. Rómer Flór is rengeteg ilyen történetet leír az emlékezetből és különböző leírásokból. Itt Fehérvár környékén is számos olyan puszta település volt, az egykori árpádkori kápolnában, vagy templomban miséztek, ami addigra szinte már teljesen megsemmisült. De valahol ugye egyházi tevékenységet kellett folytatni. Tehát ebből a nagyrészt elbontott bazilikából felépül ugye maga a püspöki palota, majd fogunk erről is beszélni természetesen, és ennek a kertjét adja oda az akkori püspök arra a célra, Svoly Lajos megyés püspök, hogy itt a romkert az gyakorlatilag kialakítható legyen, illetve már láthattuk egy villanás erejéig az Eisenbart házat, ami a Várkörút, illetve a mai koronázó tér sarkán állt, ugye ez egy többszintes ház, egy polgári ház, ami szintén elbontásra került, hiszen ennek a területén alakították ki részben a mauzóleumot, amiben ugye az Abanovák falkép is megtalálható, illetve Szent István királynak a feltételezett szarkofágja, és amely háznak egyébként az udvarán egykorát tiszafa, az még ma is látszik a Várkörúton, ezt az egyik leszármazottól sikerült néhány évvel ezelőtt megtudni, amikor arra jártunk egy séta során, mondta, hogy hát mi itt laktunk annak idején, pontosabban a felmenők, ő már nem, és hát bizony apuka sokat mesélt erről a tiszafáról, hogy ez valamikor ott állt a háznak az udvarában. Tehát ugye 1938-ra alakul ki magának a romkertnek a területe, ugye több ásatás során ugye kibontják, visszatemetik, egy sétateret csinálnak belőle igazából, amit aztán 30-as évek elején ugye megint csak megbontanak, és aztán fokozatosan alakul ki, és igazából napjainkig is alakul ennek a romkertnek, nemzeti emlékhelynek az arculata. Ha megnézzük ugye itt az 1945 utáni fotón, itt romos állapotban látszik ugye az egykori bővítmény, kápolna bővítmény, amit ugye téglából aztán visszafalasztak, ugye hát az akkori, már akkoriban is korszerű műemlékvédelmi elveknek megfelelően, és hát azért ez a 60-as, 70-es, sőt, talán még a 80-as években is körbejárható volt. Ma már sajnos nem. Különböző közlekedési okok miatt én is szeretek arra felé járni gyalogosan, részben lefedésre került. Én szívesebben nézném meg egyébként. Azt se nagyon bánnám, hogyha néha autóforgalom vagy egyéb lenne, nyilván ez egy másik kérdés. Ugye az egykori prépostság kerengőjének az alaprajza is kivetítésre került a kőben, tehát hogyha koronázó téren járunk, akkor ugye ennek az alapfalait is láthatjuk a kövezetbe vetítve. A koronázó templom történetének a legfontosabb évszámai és eseményei ugye megfigyelhetők itt, hogyha a téren megyünk végig a kis Melvét fal mellett, akkor elolvashatjuk szépen ugye innen a Városháza irányából indulva a romkert vége felé, és hát gyönyörű maga a mauzóleum, gyönyörű maga a kőtár, ugye a 30-as évek városépítészetének egyik nagyon fontos és ikonikus alkotása, és azt is el kell mondani, hogy 1945 után például azt a boltíves kaput, amin nap mint nap áthaladunk nagyon sokan, ugye szinte a romjaiból teljes mértékben újra kellett építeni. Hogyha valaki lát erről városi fotókat, akkor érdemes ezt megnézni, hogy milyen volt a kilátás mondjuk az akkori Rákóczi utca felé, és hogy hogyan kellett újraépíteni. De hát igazából a mauzóleumnak, a kőtárnak a területe azért viszonylag épségben átvészelte ezt az időszakot. Ne felejtsük el, hogy valamelyes temető is, hiszen itt az osszárium. Igen.
Bocsánat, rátérnék mindjárt arra, csak itt Márknak az eddigi, hogy mondjam, mondataihoz szeretnék kapcsolódni, a kapuzat. Ugye sokaknak ez tűnik, hát ez a várkapu, a városkapu. Soha nem volt ez. Úgyhogy gyakorlatilag kettő, esetleg három városkapuról beszélhetünk, ami középkori eredetű. Amiről úgy nagyjából az emberek tudnak, de mégis viszonylag kevés látszódik belőle. Az egyik az úgynevezett budai kapu, a mostani Varkocs szobor környéke. Föl van vetítve a kövezetben a Varkocs egykori hős és társainak hősi halálának helyszíne. A másik pedig a palotai kapu, ami nem feltétlenül a királyi palotát, sőt nem elsődlegesen, hanem vár palota irányát jelölte. Tehát abba az irányba lehetett kimenni az első külváros irányába, és hát ez volt a két középkori eredetű kapuzat. Illetve források későbbiek során említenek egy harmadik kaput, csikvári kapunak vagy cigánykapunak is hívták. Na most nyilván ebből azért kiderül, hogy nem ez volt a fő bejárata, hogy így mondjam, az a mostani Szent István téri sarok, vagy az a kijáró, tehát ott az valamikor a török idők során alakult ki, az, ahol most is a Szent István tér kijön a Budai útra, és eléri azt a részt, amit te már a belvároshoz nem tartozónak mondasz, mint ahogy a Zicsi-ligetnél, és ha szabadna itt, hadd említsem meg, műemlékvédelmi szakmérnökként engem az eléggé befolyásol a műemlék jelentőségű terület. Tehát az, amit hivatalosan annak tekintenek, tehát ami a külön védett terület, na a szerint az a történelmi belváros, amit Márk fölvázolt, az ezzel a két térrel, illetve ezek térfalával és az azt alkotó épületekkel egészül ki. Tehát így van a jogi belváros, és hát ahhoz képest, amit te, való igaz, hogy az egykori, középkori belvárosi szigetet, tehát a várost, a várat jelölte. És akkor most vissza elnézést a köszönjük a ezt a kaphoz. Nagyon értékes hozzászólást. A romkerti kapu, ugye hát azt, mint mondtam, az ott nem létezett kapuzat egészen 1938-ig, amikor a romkert kiépítése során elkészült. Ez a, mondjam így, hogy egy városképileg meghatározó és esztétikailag rendkívül vonzó és látványos hely, de soha nem volt. Sőt, még kijárat sem igazán volt, nemhogy kapuzat, hisz gyakorlatilag ott a városfal volt, sőt, ott volt az első kitüremkedés és az első olyan dolog, ami pont az egyik ostrom során gondot okozott, mert ugye a városfal az valahol egy nagyon picit beljebb a mostani várkörútnál, egy olyan 20 méterrel beljebb volt. Hát a mostani monostor bástya, tehát az a fal, ami záródik, illetve ugye a már emlegetett Mátyás féle sírkápolna, az a dombocska ott a romkerten belül, na az már kitüremkedett az egykori városfalon. Méghozzá az is úgy, hogy mikor Mátyás építette, fogta és kibontatta a városfalat, és kijött. Mátyás halálát követően pedig Miksa csapatai ott törtek be a városba, a még be nem fejezett résznél. Ennyit a kapukról, vagy a kapuzatokról, és hát a temetkezési hely. Arról nem esett szó, 15 uralkodót temettek el Szent Imrével, akit nem sorolunk ide, de hát mégis mint trónörököst azért említhetünk. Gyakorlatilag ő akkor került itt eltemetésre, amikor még nem volt befejezve, vagy egy belső építkezés még folyt. És az ő sír helyeként azt azonosították be, a két pillér sor az látszódik elég szépen most is a romoknál, és a második-harmadik pillér közötti rész, méghozzá a déli oldalon, ami ott a járó felülettől látszódik, van egy kis, hát egy gödör, egy sírhely, és az az érdekessége,
hogy azt mikor kialakították, hát a különböző falazatok összességéből, meg a romok összesítéséből, az derül ki, hogy mielőtt gyakorlatilag a pillér teljes egészében elkészült volna, egy korábbi pillér mag, majd a közé, vagy bemélyített sírhelyre még ráépült a pillérnek egy külső borítása. És tulajdonképpen ez alapján is sikerült talán beazonosítani, hogy minden bizonnyal ez lehetett a Szent Imre féle. Tehát még a befejezés előtt őt eltemették ide. Majd aztán következett Szent István, és általában a királyi utódok, az uralkodóház tagjai, főurak, főpapok, és hát az igazi utolsó betemetés az teljesen profanizálta szinte, hisz tudomásunk szerint a polgárok, mikor kizárták Varkocs Györgyöt és katonáit, akkor egy ilyen késői, hogy mondjam, nem is tudom, mea culpa nevében a királyi koronázó székesegyházba temették el a katonahősöket, mintegy 200 embert, ha jól emlékszem. És ezért elég nehéz is rendet tartani, hogy így mondjam, meg hát nyilván többször feldúlták és a többi. Tehát nem csak királyi csontok vannak itt, vagy voltak, mert ugye ezeket 1984-ben a közös sírba, amit 38-ban helyeztek el, felszedtek, majd tudományos kutatásra elvitték a csontokat, és később, majd a 2000-es évek elején, mikor elkészült az új osszárium, még nem beazonosított módon, de hát azért méltó módon kvázi újra temették, amiknek hát a tudományos kutatás azért folyamatosan zajlik. Ezekről napjainkban hallottunk, hogy most Mátyást próbálják azonosítani a lemenői által, remélhetőleg eredményre is jutnak majd nem sokára. És inkább arról mondanék most már tényleg csak két mondatnyit, hogy miért érdekes módon 30 fölött volt az itt koronázottak száma, és ezzel szemben mégiscsak 15-öt temettek. Hát ennek azért több oka van. Az egyik az, hogy hát egyik-másik csatában hunyt el, tehát volt, akinek a maradványát nem találták meg, Várnai Ulászló, ahogy a lengyelek mondják, tehát ugye a Várnai csatában 1444-ben hunyt el, vagy nagyon sokan úgynevezett saját kegyúri templomaikba, tehát önmaguk által építetett templomok, és történetesen az Árpád háziak közül nagyon sok ilyen volt, például Abba Sámuel, és megint csak folytathatnánk a sor. Első András, Szent László, igen, és hát még lehetne folytatni. Első András, aki most emlegetnek oly sokat, hogy a Tihanyi apátság altemplomában van, és hát ott rendezik most a környékét. Tehát ez az oka, hogy nem 40 vagy 31 nehányról beszélünk, hanem csak 15-ről itt eltemetett. A Musőr címe ugye városrészek titkai, hát a legtöbb titok természetesen a Nemzeti Emlékhelyen és az alatt található, de tovább kell lépnünk, mert szalad az idő, és még ebben a műsorban szeretnénk hasonló értékű történelmi emlékekről beszélni, már egy kicsit talán később időből. Következik a Szent Anna kápolna, ami nincs is messze valójában a Nemzeti Emlékhelytől. Akkor csak azért, hogy ne tudjunk elszakadni a romkertől, vagy a Nemzeti Emlékhelytől, Szent Anna kápolna önmagában egy érdekes név, ugyanis ha minden igaz, ez eredetileg a Szent Anna kápolna nem ez volt, hanem a Nemzeti Emlékhelyen, tehát a romkertben álló egykori kápolna nevét örökölte meg, méghozzá egy érdekes történet során. A kápolnát az 1470-es években építették, itt a hátunk mögött talán az operatőrök tudják is venni a kis huszártornyát a kápolnának. Tehát Mátyás idején épült. Minden bizonnyal Kálmán-Csehi Domonkos építette, de minden bizonnyal nem Szent Anna néven szerepelt eredetileg, pontosan nem tudjuk, hogy mi volt a titulusa, hanem arra való hivatkozással, hogy készült egy Szent Anna kápolna,
És ez ilyen fordításbéli eltérések, hogy a bazilika mellett vagy benne, és hogy melyik bazilika a királyi koronázó székesegyház, vagy az egykori Szent Péter Pál templom mellett, ami a mostani püspöki székesegyháznak az elődje. Ez az úgynevezett kápolna, ez lent volt. Igen ám, de elkövetkezett a... Ja, és hát ehhez birtokokat rendeltek, tehát a romkerti koronázó székesegyházhoz, annak fenntartására, misék mondására, felújítására, díszítésére és a többi ilyen célra. Török idők után rom, a birtokok joga elveszne, hogyha nem lenne meg maga hogy úgy mondjam, amire szolgálna. És ilyen módon egy kicsit sikerült átmenteni a névvel, a birtoklást és a hozzátartozó birtokokat az annak, a mögöttem lévő annak kápolnárhoz. És ilyen módon került át a név. És ennyit a tulajdonképpen a névvel kapcsolatos dolgokról. Igen, ez egy nagyon érdekes történet, ugye Hentel kápolnának is nevezik, egy Hentel nevű városi polgárhoz kötik ennek az felépítését, ez körülbelül ugyanannyira valószínű, mint a kálmáncsehi féle építkezés, bár olyan leírások is maradtak fent különböző, mondjuk azt, hogy történeti kutatóktól, vagy történeti íróktól, hogy igen, hát kálmáncsehi alapította ezt a kápolnát is. De hát, hogy nem ez volt tényleg a valódi Szent Anna kápolna, hanem az ugye a koronázó székesegyháznak volt egy saját magánalapítású kápolnája. Nagyon érdekes az, hogy ugye a kálmáncsehi szobor a mostani Szent Anna kápolna előtt található, és ugye ez részben ebből a félreolvasásból is fakad, hogyha megnézzük, bár harmadik adásra terveztük, ha jól emlékszem, ennek a szobornak a kivesézését, de majd még azért szó lesz róla. Ha így haladunk, lesz negyedik, ötödik is. Hogy igazából, ha megnézzük Ómann Bélának az alkotásán, kálmáncsehi lábánál pont ez a Szent Anna kápolna áll, illetve ennek a makettje, ami egy nagyon érdekes dolog, mert valószínűleg semmi köze nem volt hozzá, de az akkori történelmi emlékezet ugye így kötötte össze, és az akkori, hát mondjuk azt, hogy történelmi érdekek, hogy igen, hogy legyen egy folytatása ennek a jogi ügyletnek, meg ennek a valahova tartozásnak, meg a birtokjognak nyilván így alá lehetett támasztani. Amit én még mindenképpen szeretnék hozzátenni a Szent Anna kápolnának a történetéhez, az ugye az egyik legfontosabb változás, ami bekövetkezett. 1934-ben járt Fehérváron egy Möller István nevű építész, műemlékes szakmérnök, Tóninak egy korabeli kollégája, igazából egy elődje, nagyon fontos elődje. Az első legfontosabb változást idézte elő itt a 30-as évek elején, és aztán a 30-as évek második felében ma is Schmid, Molnár és Kocsis ugye követi az ő jó példáját. A későbbi előépítményét a kápolnának ugyanis ő elbontatta a restaurálás folyamán, hogy ugye egyfajta stílus tisztaságra törekedve mégiscsak látszon az az egykori bejárati építmény, amit ugye ma is láthatunk, és ez a hát sokak által kutyaholnak is nevezett előépítmény, ez gyakorlatilag ekkor tűnt el, tehát 1934 előtti fotókon még látható, és mondjuk ez alapján azért könnyű beazonosítani egy fotót is, hogy ha még az előépítmény található rajta, akkor 34 előtti. Ha már az előépítmény nincs rajta, és a kálmáncsehi szobor pedig már szerepel, akkor 38 utáni. Tehát azért ilyen támpontokra tudunk hagyatkozni, és akkor én azt gondolom, hogy itt a Szent Anna kápolna kapcsán azért néhány titkot most elárultunk a nézőknek. Benne van a műsor címében. Maradjunk is ezen a helyszínen, hiszen annyit emlegettük már Szent István bazilikát, Szent István király bazilikát, amiről megint lehetne egy külön műsort akár szentelni, de azért valamelyest most is beszéljünk róla. Igen, és akkor én egy kicsit megfordítanám, időrendi sorrendbe helyezném a kérdést, nem a bazilikáról beszélnék először, hanem a Gézaféle négykaréjos kápolnáról. Ugye köztudott, hát nem tény, de minden esetre köztudott az, hogy Géza nagyfejedelem 972-ben megalapítja mai Székesfehérvárnak az elődjét, egyfajta fejedelmi szálláshely központjaként. Hogy ez valóban 972-ben történt, nem tudjuk pontosan. Ugye most már azért különböző falkutatásokból és egyéb vizsgálatokból látszik, hogy már előtte is létezett azért egy némileg falakkal kerített város, tehát az is előfordulhat, hogy Géza már egy meglévő helyen. Nyilván korábban már voltak itt ugye különböző lakók.
az előtte lévő századokban, tehát alapított itt egy nagy fejedelmi székhelyet. És hát hol máshol, hanem az akkori városnak a legmagasabb pontján építetett egy kápolnát is, ezt az úgynevezett négykaréjos kápolnát, aminek ugye az alapfalait a mai bazilika előtt a kőbe vetítve ugye megtekinthetjük. Ennek a feltárása a 70-es évek, az 1970-es évek elején történt, ezért mondtam, hogy egy kicsit megfordítanám a sorrendet, mert igaz, hogy később tárták fel, de mégiscsak jóval előbbi, mint ennek a régi bazilikának a nyomai, vagyis a mostaninak. Ugye ez eredetileg a középkorban, a kora középkorban, az Árpád-kor kezdeti szakaszában egy kis kápolnaként épült, és aztán ugye lett belőle az a Szent Péter és Pál templom, amiről már ugye Tóni is beszélt. Egyes források csak Szent Péter templomként emlegetik, más források Szent Péter és Pál néven. Ez is egy érdekes dolog. Ugye az akkori szokások szerint tartozott hozzá egy temető is, természetesen. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a mai bazilikával szemben a török időkben létesült egy temető. Annak a háznak a szomszédságában, amiről majd szintén fogunk beszélni, úgyhogy ezt most nem lőném le ebben a pillanatban. Minden esetre a bazilikával szemben is volt egy temető. Aztán ugye Mária Terézia rendelkezései egyértelműen kimondták, hogy bizony nem lehet városon és lakott területen belül temetkezni, sem templomon belül, sem templomon kívül, templomon belül csak is altemplomban, kriptába. Tehát ennek megvoltak a különböző közegészségügyi szabályai, úgyhogy ekkor ugye felszámolták természetesen ezeket a templomok körüli temetőket is, illetve megtiltották a további temetkezéseket. Tehát a Szent Anna kápolna és a építendő püspöki bazilika között, hiszen ugye 1777-től Székesfehérvár püspöki székhely, és ugye elkezdik felépíteni magát a püspöki székesegyházat, a bazilikát, gyakorlatilag húzódik egy temető, aminek ugye a feltárása egyébként szintén megtörtént, illetve amikor 2018-ban a bazilikának a felújítása is ugye elkezdődött, sajnálatos események következtében ezt ugye némileg előre kellett hozni, akkor ugye elkezdődött a nagyfokú feltárás is, és ez gyakorlatilag az utolsó szögig megtörtént, illetve történik még napjainkban is, amikor ugye éppen a felújítás zajlik, tehát nagyon sok lelet előkerült ezzel kapcsolatban, ezt most szerintem nem is kell olyan nagyon részletesen kifejtenünk az utóbbi években, nagyon sokat lehetett erről hallani. Ami mindenképpen érdekes, ugye a két toronyban feltárt középkori ablaktöredékek, amelyek ugye valószínűsíthetően még ebből a Szent Péter és Pál templomból maradtak meg, és ezt ugye körülbelül, nem is tudom pontosan, ha puskázok, akkor lehet, hogy meg tudom mondani, igen, 1967-ben Antal Károly féle feltárás során kerültek elő igazából, és azóta láthatók ugye ezek a középkori ablaktöredékek, tehát ezek is mutatják magának a templomnak az eredeti korát, és nyilván egyébként a barokk kiegészítésekkel együtt is nagyon jól láthatók a templom építésén, a kápolna, majd aztán a templom építésének a különböző fázisai, és nyilván, hogyha elkészül a belső felújítás, ezzel kapcsolatban kiállítások, konferenciák lesznek, akkor még inkább lehet majd látni ezeket a történeti rétegeket. Sok mindent tudnánk beszélgetni erről az épületről is. Látom, hogy azért még hozzáfűzné valamit, mielőtt tovább lépünk? Hát, ha szabadna, igen. Építészként szeretnék. Tulajdonképpen az a szerves továbbélés, hogy a Gézaféle sírkápolna bővült minden bizonnyal egy ilyen szentélyrésszel, majd mellé megépült a két torony. Majd aztán később nagy valószínűséggel elbontva ezt az előcsarnokként működő templomot, vagy kis templomocskát, kis kápolnát, elkészül a hozház először gótikus stílusban, ahogy az a emlegetett gótikus ablak maradványokból is kiderül, és hát tulajdonképpen elkövetkezik az 1777-es év, pontosabban még az 1750-es, 60-as években barokk stílusba átépítik az egész épületet, díszítik nyilván, 77-ben pedig püspöki székesegyházzá válik. Itt azért szerintem annyit meg kell említeni, mert megemlítette Márk, de sokakban szerintem hirtelen így fennakadás van, hogy egy ősi püspöki székhely és 1777, igen, szándékosan nem volt püspökség, mert ez így közvetlenül Esztergom alá tartozhatott, és így kimondottan lehetett a koronázó székesegyház az eredeti. És akkor, nem tudom, szerintem
Az időre való tekintettel most akkor nem mászok bele tovább. Hálásan köszönöm neked, menjünk is tovább. Képet tudunk mutatni még a belvárosi plébániáról, ami természetesen hozzátartozik ehhez a témához. Nem tudom, hogy itt meg kell álljunk, vagy mehetünk-e tovább? Csak két mondatot, ha szabad. Én azt gondolom, én erről eleve nagyon keveset írtam fel. Tehát Kocsis Iván neve elhangzott, én ezt szeretném mindenképpen megemlíteni. 1938-ban az ő nevéhez fűződik a felújítása, részben átalakítása, átépítése ennek a plébániának. Viszont az Arany János utca 9 belvárosi plébánia kapcsán van egy nálam sokkal inkább érintett személy itt mellettem, úgyhogy inkább ő beszéljen erről. Tényleg két mondatban. Én laktam itt 8 évig, miközben az első 8 évemet itt töltöttem. Egészen 1967-ig itt laktunk, ebből már kiderül, hogy mikor születtem. Na és a lényege az, hogy hát ebben a házban születtem, nem kórházban. Édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy ő otthon hozzon engem világra, ugyanúgy, ahogy a bátyámat is, és hát nyilván nekem a fejlővésem valahogy innen indul. Igazi emléke, említettük, hogy lesz még arról szó, hogy milyen helyeken laktál itt a belvárosban. Még egy rövid hozzáfűzni való, nem a plébánia kapcsán, de ha már egyszer itt képen látható volt, és ha már híres szülött, akkor mindenképpen szóba kell hozni. Igaz, hogy nem itt született, még csak nem is ebben az utcában, Simor János, későbbi herceg prímás, de hát ugye az egykori szülőházam már nem található meg. Viszont Székesfehérvár szülötte, ezer szállal kötődik Székesfehérvárhoz, ezért is gondolta annak idején az egyházi vezetés úgy, nyilván a városvezetéssel közösen, hogy amikor a szülőháza elbontásra került, akkor ugye a bazilikának a Szent Anna kápolna felüli homlokzatán helyezték el az ő emléktábláját, ami az egykori szülőházat díszítette egyébként. Mint említettem, a műsorban fogunk majd kicsit ugrálni, ezért elnézést kérünk, de majd érteni fogják a nézők, hogy mindez miért történik, és menjünk a fő utcára, hiszen a következő témánk a ciszterci templom és rendház, amiről beszélnünk el, és amit természetesen meg is tudunk mutatni. Igen, hát itt nekem közben fel van írva a Kármelhegyi Boldogasszony templom, nagyon röviden beszéljünk erről is, jó, mert azért fontos Fehérvár története szempontjából. A szeminárium így jobban ismerik a Fehérvárja. Templom, így van, olyan szempontból mindenképpen, hogy ugye egyrészt itt működik ma is az országos papi otthon, tehát ez egy ma is működő intézmény, ami nem csak egyházi, hanem országos szempontból is fontos. Másrészt ugye Franz Anton Mauversnek a rendkívül értékes freskói itt találhatók meg, tehát hogyha valaki tudja, hogy hol van a Maulbercs kút, meg egyáltalán létezik, akkor azt is tudja remélhetőleg, hogy nem véletlenül van az ott, és nem véletlenül készült Maulbercs tiszteletére egy ilyen kút Székesfehérváron, ugyanis a legnagyobb festmény együttesei a templomnak az ő nevét dicsérik. Mindenképpen ki kell emelni ugye Nagy Lajos királynak a posta felőli homlokzaton található szobrát, ugye Moiret Ödönnek az alkotása 1938-ból, ha már Nagy Lajos szóba került, akkor szerintem nem maradhat el a neve. És akkor én is ugrálok egy kicsit a szeminárium kapcsán, hiszen 1801-től ugye itt Egyházmegyei Papnevelő Intézet szeminárium működött meglehetősen hosszú ideig. Ugye ebben az épületben került először kialakításra az Egyházmegyei Múzeum, aminek a mostani épületéről fogunk még természetesen beszélni, de volt ez korábban katonai kincstár is az 50-es években, amikor államosították itt ezt az épületet, létesítményt. És hát a templom kapcsán annyit még mindenképpen érdemes elmondani, hogy ugye ha tovább haladunk a posta mellett a megyei levéltár irányába, a budai kapunak az emléktábláját is megtaláljuk a templomnak a falán, a szentély falon kívülről. Ugye 1809-ben József Nádor Fehérvára látogatásának tiszteletére készült ez az emléktábla, hát meg annak az emlékére, hogy a budai kapu védműveit jelentős mértékben elbontották azért, hogy József Nádor is kísérete közlekedni tudjon a későbbi promenádnak a teljes hosszában és teljes szélességében, és aztán ez került egyébként már jóval később ennek a templomnak a homlokzatára, tehát ma itt található meg. Mikor illetve lebontották azt az épületet, így van, ahol ez valamikor állt. Ahova ezt elhelyezték.
És aztán gyakorlatilag ma ennek az emléktáblának is egy emléktáblája megtalálható a templomon, hogy érthető legyen mégis, hogy mit lát az arra tévedt látogató. Helyileg lehet, hogy ugrálunk, de javítsatok ki, ha rosszul tudom, ha a templomokról beszélünk a belvárosban, akkor időben olyan nagyon nagyot nem is ugrunk, hiszen körülbelül hasonló időben épültek a már emlegetett szemináriumi templom és ugye a ciszterci templom is, és majd még lesz egy harmadik is. Igen, hát az idő az nagyjából hasonló. Hát nyilván az előzmények azok mások. Tehát alapvetően mondjuk a ciszterci templommal kapcsolatban nagyon sok mindent el lehetne mondani az előzményekről, amit most nem teszünk meg. Majd, hogyha lesz egyházi épületekről egy külön tematikus műsor, akkor részletesebben bemutatjuk. Ennek a templomnak, illetve hozzá kapcsolódó rendháznak olyan szempontból mindenképpen érdekes a története, hogy eredetileg ugye jezsuita templom és rendházként épült, majd aztán a jezsuita rendnek az elűzése után ugye a pálosok vették át, és aztán a pálosoktól pedig átvették a ciszterciek, és igazából ma is az írci ciszterci apátságnak a kezelésében működik. A ciszterci apátság biztosítja a papi személyzetet is, illetve a plébániát is, ugye ők látják el megfelelő papi személyzettel. Hát ma már gyakorlatilag egy fővel, elődatyával képviseltetik magukat, de elődatya azért a 81 néhány évének a dacáris rendkívül energikusan teljesíti ezt a szolgálatot. Igazi értékek vannak mindegyik templomukban, például ebben a templomban is, ha csak a faoltárra gondolok. Lesz miről beszélnünk, amikor a tematikus műsorhoz érünk. Lassan ez a műsor véget ér, még annyit tegyünk meg, hogy azért a Szent Imre Ferences templomról is mondjunk pár gondolatot. Hát nagyjából hasonló az építési kora egyébként ennek a templomnak is, és amit itt a műsor elején említettem, ugye itt a királyi palotával kapcsolatban, azt mindenképpen szeretném itt megemlíteni, hogy Szent Imre hercegnek van itt egy emléktáblája. Filip István, a ciszterci gimnázium egykori rajztanárának, illetve grafikus művésznek az alkotása alapján készült ez a domborműves emléktábla. Szent Imrének a feltételezett szülőházát jeleníti meg ugye Filip Istvánnak ezen a fantázia rajzán, aminek igazából a nyomai sem nagyon kerültek elő, tehát ez tényleg csak egy feltételezés, hogy ugye itt állhatott valamikoron a királyi palota, amiben Szent Imre herceg is született itt Székesfehérvára. Hogy egyáltalán Fehérváron születette, vagy inkább Esztergomban, volt-e királyi palota Fehérváron, nem volt királyi palota, ezek óriási nagy kérdések, és egyébként nem véletlen az, hogy majd a későbbiekben szintén említésre kerülő Szent Imre szobor is ugye ide került, egyrészt a feltételezett szülőhely miatt, másrészt pedig ugye amiatt, hiszen az ő nevét viseli ez a ferences templom. És most kell megállnunk ebben a sorozatban, de hogy ígértük is a nézőknek, több részen keresztül fogunk foglalkozni majd a belvárossal, így a legközelebbi műsorban is. Én ma nagyon szépen köszönöm Igari Antalnak és Váci Márknak, élveztelek hallgatni benneteket. Örülök, hogy lesz még rá lehetőségem, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőjének is, hogy velünk voltak. Városrészek titkaival legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Köszönöm.